egyre népszerűbbek a szabaduló szobás játékok. Minden szellemi csapatjáték alapkoncepciója nagyon hasonló. Egy zárt ajtajú szobából, szobarendszerből kell kiszabadulni megadott időn belül. Mindez különböző rejtvények megoldásával, lakhatók és számzárak kinyitásával. A kijutáshoz intelligenciára és csapatmunkára van szükség, ugyanis a helyiség minden sarka, minden tárgya egy kulcs, amely közelebb visz a szabadsághoz. Ma már több mint 100 ilyen szoba működik Magyarországon. A szabaduló szobák éjszakában 5-6 éve megy az országba. Mi tavaly csatlakoztunk. Most ebbe az évben, ha jól emlékszem, 27 Budapest és 2 vidéki helyszín csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy nyilván a múzeumok éjszakájából indult ez ki, utána lett az állatparkok, és mindennek van már éjszakája, úgyhogy most már szabaduló szobáknak is van. Ez azt jelenti, hogy egész nap, egészen hajnalig, másnap hajnalig jöhetnek a csapatok, és kedvezményes áron, jellemzően most fél áron tudnak játszani. A szabaduló szobák éjszakája minden évben október utolsó péntekén kerül megrendezésre, idén ez 26-ára esik. A játék népszerűségét mutatja az is, hogy magyar érdekeltségű pálya már van Berlinben, Párizsban, Barcelonában és Madridban is.